Kedves nézőink és hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Párbeszéd az Emberért, vagy Egyházak Szerep a Mai Társadalomban című műsorunk. Mai vendégével együtt nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Mai vendégem egy kivételes egyéniség. Aki eddig figyelte a most már 3 éve lévő műsorunkat, még nem találkozott olyan személyiséggel, aki magyar, de nem Magyarországon él, nem kimondottan fiatalember, de egy élő történelem. És Báró Gelsey Vilmos urat nagy szeretettel köszöntöm, köszöntelek, és örülök, hogy elfogadtad a mai beszélgetést. Arra gondoltam, hogy a te életedbe azért Magyarországot, hogy is mondjam, többször kellett, vagy nem kellett, de elhagyta, de mindig visszajöttél, és ma is visszajáró vagy, és úgy gondolod, hogy Londonból hogyan tudod segíteni a Magyarországon lévő, mondjuk a katolikus egyház működését, annak egy-egy jelentős, hogy is mondjam, alapítvánnyal és egyebekkel. Tehát azt is lehet mondani, hogy otthonról hazajössz, mert itt van az igazi hazád. Még egyszer nagy szeretettel köszöntelek. És hát mivel Gelsey név az valahol az én tapasztalataim szerint Nagykanizsá közelében van egy ilyen település, úgy gondolom, hogy a név is innen ered. Egy picit azért, Vilmos bátyám, mutasd be önmagadat és a családodat. Örömmel. Hát kezdjük azt, hogy én kikerültem Magyarországról, amikor a kommunizmus beütött ide, és Angliában mentem, hát kell mondanom, hogy végeztem, akkoriban úgy hívták a gimnáziumot, második kerületi király Egyetemi Katolikus Gimnázium. Ott 1939-ben érettségiztem, és a családnak a palotája a Hunyadi János út 2-n volt, és így nem kellett nagyon messze menni föl az Ilona utcába, ami Ilona utca 2 volt. Ez a Szabó Ilona utca 2. Mostan Szabó Ilona utca, és oda jártam 8 évig. A hittanárom az egy nagyszerű ember volt, úgy hívták, hogy Jandik, és ő nagyon populáris volt, mondjuk magyarul populáris. Szerette nagyon a hazáját is. Hát. Nagyon jó ismert, és sok személyiség volt. Nagyon igaz személyiség volt. És nekem mazlim volt, mert én mentem vele az angol kisasszonyokhoz vasárnap, mint minisztráns. És minisztrálták. És ott volt ő, 2 minisztráns, és sok lány. Az nekem nagyon tetszett. Azért maradtam aglegénynek egész életemben. Mert jól kezdtem el, gondolom, ezt folytatni kell. Tehát én Bécsben születtem, 1921. december 17-én, mert az édesanyám bécsi hölgy, és persze neki Magyarország egy kicsit túl keleten volt akkor, és így a Rathausstraße 7, éppen nem a parlament, a városház mellett, és ott sokszor jöttem Magyarországból, mint kisgyerek, és így Magyarországon éltem, és Bécsben, Ausztriában, és minden nyarat valahol Ausztriában töltöttünk. Semmering volt akkoriban nagyon divatos, és a Wolfgangsee, és a Attersee, így a nyáron rendszerint ott voltunk. Így én mind a két országban voltam, és persze, mint család, legitimista voltam, és az Otto, az én kuzenem, Gelsey Erzsébet, volt az ő magyar titkára. Így nagyon megtartottuk az összekötetést a Habsburg családdal. És mi történik az, hogy a Habsburg Mihálynak a fia itten, nem itten, hanem Vatikánban ő a magyar követ. Ő most igen a nagykövet. És én holnap találkozok vele, mert holnap reggel repülök Rómába, mert meghívott engem két napra az Archbishop Menini, aki a pápának volt a kiküldöttje, a nuncius Angliában körülbelül két éve, vagy egy és fél éve, hogy visszament a Vatikánba. És őt fogom látni holnap, és ő ad egy vacsorát. A Gelsey család végül is mivel foglalkozott? Hát két dolog. Az eredeti nevünk Gutmann volt, igen, és zsidó családból származok, de kikeresztelkedtek 67-ben, és rendes katolikusok lettek, és én persze, mint katolikus neveltek engem föl, és megy a kerepesi temetőből, most a Fiumi temetőnek hívják, akkor az egész család ott van eltemetve, és minden évben november 1 vagy november 2, idén nem tudtam akkor jönni, és úgy a mise, amit volt, az volt tegnap a kriptában. És megtartottuk ezt a családi összekötetést, és a Kiss-Rigó, akivel én találkoztam először Rómában, mikor Rómában volt, tanult, és így az maradt az én nagyon nagy barátom, és ezért Szegeden csináltuk meg a Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetet, mert mivel, hogy aglegény vagyok, akartam találni valami katolikus dolgot, ahol tanítás, és így Szegeden alapítottuk a Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézet. Hát igen, Kiss-Rigó László, illetve hát Kozma Gábor, igen, vezetésével minden évben ott egy jeles ünnepség is van, igen, ahol te is részt veszel, úgy tudom. Igen, ugyan. Amikor egy-egy ilyen Gelsey díjat is kapnak az emberek, igen, akik jelentős szerepet játszottak mondjuk az oktatásban, nevelésben, egyáltalán az emberi formálásban. Minden évben, és rendszerint kétféle díj van. Idén tavasszal fogjuk csinálni, mert nagyon hideg van ilyen tájban. Elég az, hogy a Beckett ünnepség mindig a leghidegebb napon van, január 5-én. Igen. És így én azt mondtam, nem csináljuk télen, hanem nyáron, tavasszal vagy nyáron. Igen, hát ez a Szent Beket Tamásnak az ünnepségére Kiss-Rigó László püspök úr mindig meghív, és hát az is egy találkozási pont valóban, ami azt jelenti, hogy több mint valószínű, hogy ott is találkoztunk, mert ezen minden évben én is részt veszek, és örülök neki, hiszen Magyarországnak kevés olyan szentje van, vagy kötődőszentje, aki valóban tényleg kötődhet abba az országgal is, ahol te vagy, hiszen én Mecseknádasról jártam iskolába, ahol pedig skóciai Szent Margit született. Most ahol tudok mesélni egy pár dolgot. Úgyhogy például az is egy érdekes dolog, hogy ezek mind a vallási turizmusnak, meg egyáltalán egy-egy személyiségnek az újraélését segíthette elő, amikor ezek az országok egymás közt legalábbis ezeket az emlékeket újraélesztik, és egy hagyomány újraélhet, amiben olyan személyiségeket ismerhetnek meg, amit kevesen ismertek. A 40 év alatt amúgy sem nagyon lehetett erről beszélni. A Becket ünnepséget azt a Kiss-Rigó kezdte el. Igen. Most már 30 vagy 35 éve. Azt hiszem Rudnay Sándor alapítvánnyal. Úgy van, Rudnay Sándor alapítvány, aki a vendéglátó, és az Esztergomban, mikor Kiss-Rigó, hogy hívták ott azt a templomot? Szent Anna. Szent Anna templomban volt, és úgy minden januárban ott volt a találkozó, és nekem komolyan ő egyik a legjobb barátom, és sokat vagyunk. Például mentek a Szentföldre egy hétre, és sajnos én nem tudtam menni, mert be voltam fogva különböző dolgokba, és éppen most egy hete, vagy két hete, hogy onnét jöttek vissza. Vilmos bátyám, beszéljünk arról, amikor volt egy kis rövid találkozónk, nem egy könnyű időszak volt, de ez rendszerváltás után, mikor a 91-es, úgynevezett 32-es törvény szerint a volt egyházi ingatlan tulajdonrendezésért döntött a parlament, akkor az egyházak jelentkeztek. Akkor találkoztunk. És akkor a Paskai Miboros úr elsők között kérte vissza azt a gimnáziumot, ahol te jártál valamikor. És nem volt egy könnyű azért ez, hiszen a főváros nem nagyon akart. Ha jól emlékszem, majdnem 2 évig húzódott ennek a bírósági pere. Mit hívták, hogy polgármester? Hát az akkor Demszky Gábor. Demszky, igen. Na most nagyon érdekes, ilyenkor az ember azon gondolkodik, hogy ez a 32-es törvény, közösen alkottunk Izsépi Tamásékkal, tehát az igazságügyminisztériummal, de arra nem gondoltunk. Izsépi Tamás, igen. Az én Izsépim az tanított minket földrajzra. Igen? Ő egy miskolci ügyvéd volt, de igazságügyminisztérium. De lehetséges ez egy rokon. De elképzelhető, mert itt Izsépi Y-nal, tehát valahol igen. Ő is azért azt hiszem egy felvidéki családhoz kötődött. Na elég az hozzá, hogy akkor abban nem gondoltuk azt, hogy bele kell tenni az, hogy van tehát fellebezési lehetőség is. De beletettük a törvénybe azzal a szándékkal, hogy egy jogorvoslás újabb jogsérelmet nem okozhat, ha jogos az igény. De ha netán mégis van valami, akkor az a bíróságra mehet. Így több mint 50 bírósági perünk volt, közte ez is, amit több mint 2 évig húzódott. És ha jól emlékszem, akkor most hát pont 30 éve, hogy újraindulhatott 97-ben a gimnázium, úgyhogy amelyiket, megint ha jól számolok, 330 évvel ezelőtt alapították. 1687. Így van, 330 év. Igen, 687, és akkor jezsuiták voltak. és akkor Mária Terézia kidobta a jezsuitákat, és akkor lett, egy ideig bencések voltak. Igen. És akkor volt a harc, hogy magyarul vagy németül kellett, és az én időben már magyar volt. Igen, hát minden esetre sok jeles embert adott azért az a gimnázium. És a királyi család, tehát a Habsburgék is ott tanultak. A Habsburg Mihálynak azt hiszem nénye volt az Auguszta hercegnő, aki mikor az ember ment az operába, nekik az király Páholy volt az opera jobb oldalon. Igen, hercegi Páholy megvolt. Úgyhogy, hát igen, itt erre az időszakra mi az, amire szívesen emlékszel, akár tanár, az előbb említetted a hitoktatót, akár osztálytárs, aki szintén azt lehet mondani, hogy hasonló módon mindig is szerette hazáját, és mondjuk kapcsolatotok is megmaradt. Vagy ilyen már nem nagyon van. De igenis van. Van? Na? Csak sajnos sokan nagyon szenvedtek, és megtartottam, és még mindig van egy pár, aki él, akivel tartom a kapcsolatot. A Kuhn János, aki egy magyar, de hát német származású, az volt nekem a jó barátom, és maradtunk összekötetésben, sajnos ő már nem él, viszont az ő fia az él, és talált állást Hódmezővásárhelyen a Lázár Jánoséknál. Úgy én mindig szerettem, ha tudtam valamiképpen segíteni azoknak, akiknek nem volt olyan jó szerencséjük, mint nekem. Szóval végül is azért az osztálytársak közül vannak emlékek is, meg személyes kapcsolatok is. Igen. Hát ez egy jó dolog, hisz végül is, ha belegondolunk, ugye itt mondtál egy olyan kort, 39, tehát 78 évvel ezelőtt végzett ember, és kapcsolatai azért ez történelem, akárhogy vesszük, még hozzá nem is kicsi. 31-ben mentem az Egyetemi Katolikus Gimnáziumon, 39-ben végeztem. Akar erről az időről, hogy beszéljek egy kicsit? Igen. Ez egy nagyon érdekes dolog történt velem. Az édesapámnak, ő és Trinity College-ben végzett, 1908 és 10-ben volt Cambridge-ben, és összebarátkozott egy nagyon kedves német úrral, akinek nagy virágok, fákat teremtett, hogy hívják azt? Hát kertészet. Kertészet, úgy van, igen. És volt egy gyönyörű kastélya, és egy nagy parkja. És a két szülő elhatározta, hogy én az érettségi után menjek hozzájuk, és mert neki volt egy lánya, aki ugyanolyan idős volt, hát ugyanolyan fiatal volt, mint én, tehát volt 17,5 év. Mire megérkeztem július elején, ő fogadott, kijött a vasútállomásról, és vitt egy nagy, gyönyörű nagy kocsiban, Gräfenstift, úgy hívják, hívták akkoriban a legnagyobb német. Mercedes már létezett, de nem volt a leghíresebb. És az útban azt mondta, hogy nagyon sajnálom, hogy a feleségem és a lányom már nincsenek itten, mert én kiküldtem őket Svájcba, mert a feleségem zsidó származású, és a lányok félig zsidó, és nem akartam őket itt hagyni a Hitlernek a, hát igen, a bolond dolgaival. De azt mondta nekem, nem baj, majd én leszek a te barátod, és azt csináljuk, amit neked tetszik. Alig voltam ott egy hétig, kapok egy értesítést a Magyar Követségről, hogy a követ engem szeretne, ha elmennék a követségre. Tudod, ki volt a követ? Nem. Bárdossy. Bárdossy. A Bárdossy azért hívott engem be, mert hallotta azt, hogy én, mikor találkoztam egy pár fiatal némettel, azt mondtam, hogy én nagyon sajnálom, hogy a Hitlerjugend vasárnap nem megy templomba, de kirándul. Erre persze ezt valaki továbbadta, és a Bárdossy behívott engem, és azt mondta, te nagyon nagy bűnt követtél el, mert a Hitlert rosszul, hogy mondják, rossz néven veszi. Úgy van. És erre azt mondta, hogyha te még egyszer ilyen dolgot mondasz, akkor nem fogok segíteni neki. Hát utána kicsit betartottam a szájamat, és úgy hívták az embert, Helmut Spét. De nem csak, hogy ő nagyon ismert német volt, ő a Spétstraßében, tehát a Spét útban lakott. Tehát olyan család, ami az előbbi németek nagyon tisztelték. És ezzel a szerencsétlen emberrel is rossz dolgok történtek, de előbb, hadd mondjam el, ő azt mondta nekem egy nap, ma megyünk látogatásba egy új emberhez, de nekem nagyon kell vigyáznom, mert az illetőt, akit meglátogatunk, az volt a mi ügyvéd, de ő zsidó. És ő egy szép kis házban lakik, és én minden hónapban egyszer meglátogatom, hogy föltartja az ő jó létét, hogy én még mindig segítem őt. Hát jött a nagy kocsi, beültünk. Jaj, nem, bocsánat, azt mondta, előbb megyünk színházba, és a nagy kocsi jött, letett minket a színházba, és én, és ő és én bementünk a színházba. Előbb azt mondta nekem, amit ma csinálunk, ne kérdezz engem, hogy miért és mit, majd megmagyarázom, mikor visszamegyünk haza este, és sétálunk a parkban. Egy picit szünetet tartsunk, és utána folytatjuk, mert azért ez egy izgalmas időszak. Ugye hát itt a második világháború előtti igen. évekről beszélünk. Akkor folytatjuk tovább Gelsey Vilmos Báró úrral a beszélgetést. Maradtunk a színház látogatás és annak érdekes kis momentumairól. Úgy van, igen. És hát mikor megérkeztünk a színházba, leültünk egy sarok, negyedik sorban, és akkor fölment a függöny, hát ültünk és kezdtük, és hirtelen azt mondtam, most megyünk ki. Hát nem voltunk bent több mint 7 vagy 8 percet, kimentünk, és azt mondta, most megyünk taxival, és körülbelül 5 vagy 7 percet gyalog, és akkor egy taxit megállított, és mentünk a külvárosba. De hirtelen, ahol nem volt senki se, azt mondtam, most kiszállunk a taxiból. És akkor besétáltunk egy rész a Berlinnek, ami már komolyan külváros volt, de szép környezet volt. És ilyen házak voltak egymás mellett, és az egyik házban kint, az ajtó előtt, a bejárat előtt egy úr várt minket. Úgy elküldtük a taxit már előtte, és a kb. 10 percet mentünk, és megérkeztünk az ő házába. Erre azt mondta, én most nekem kell beszélnem ezzel az úrral, és adtak nekem egy, hogy mondják, nem egy újságot, de mi az a magyar kiejtés? Egy kiadványt. Egy kiadványt, hogy olvassam azt addig, amíg ők beszélnek. És ez eltartott körülbelül 20-25 perc, és akkor visszafelé ugyanazt csináltuk, annyiban, hogy sétáltunk, fölvettünk egy taxit az utcán, a taxi ment vissza Berlinbe, és kiszálltunk kb. 10 perccel a bejárathoz, a színház bejáratához, és visszamentünk a színházba. Mikor aztán vége volt, akkor jött az ő kocsia, és elvitt minket egy nagyon elegáns hotel, most hirtelen kiment a fejemből, vacsorára. Megvacsoráztunk, és a kocsival visszamentünk az ő birtokára, és ez volt a végén, és mikor megérkeztünk, akkor azt mondtam, most sétálunk a parkban, és akkor elmondta, hogy ez az ő ügyvédjük, ez a család ügyvédje, de ő zsidó, és ő ezt csinálja egyszer havonta, úgyhogy adjon hitet az ügyvédnek, hogy nem felejtették el. És akkor azért csinált ezt a komplikált dolgot, hogy nem tudják őt. Hát igen, mert figyelem. úton járni. Állandó megfigyelés alatt volt. Úgy van, igen. Nem volt ő akkor még megfigyelés, de nem akarta azt, hogy, igen, hogy valaki lássa őt, amikor találkozik ezzel az új emberrel. És egy nagyon szomorú dolog történt vele, ám bár ő tagja volt a náci pártinak, de megtudták azt, hogy ő igazában nem volt national szocialista, betették az irodába egy kémet, és az 6 hónap múlva mondta, hogy ez az ember nem national szocialista. Erre lefogták, börtönbe tették, és a végén kivégezték. Akkor én már nem voltam Németországban, amikor ez történt. Tehát neked ebből nem volt végül is semmi bajod, csak egy érdekes történetnek a... Nekem Németországban nem volt semmi bajom. De persze az nagyon megrázott engem, és miután elmentem az ő birtokáról, Carnoustie, az egy nagyon híres golf pálya Észak-Skóciában, és volt egy golf verseny, nem verseny, hanem golf. Hát én gondolom bajnokság. Fiú bajnokság. Igen, igen. És mivel, hogy én csak 17 és fél éves voltam, és a fiú bajnokság 18 alatt, az édesapám bejelentett engem, mint magyar bajnok. Azért voltam magyar bajnok, mert senki más fiú nem golfozott. Font a Svábhegyen. Igen. Úgy én Berlinből mentem Doverbe, Calaisbe, és Calaisből mentünk át Doverbe. És mikor megérkeztem Doverben, az Immigration Officer, tehát az, aki a passzust kér, és hogy meddig marad, és mit akar, nem volt nagyon kedves velem szemben, mert én Hitler Németországából jöttem. Aha. És kérdezte, hogy milyen sokáig maradok. Erre azt mondtam, valószínűleg 3 vagy 4 hét. Mit fogsz csinálni Angliában? Golfozni vagyok. Erre azt mondta, golfozni? Hát miért nem golfozol otthon, Magyarországon? Erre azt mondtam, sajnos nekünk csak egy golfpályánk van fönt a Svábhegyen, és az édesapám azt gondolta, hogy jó lenne nekem egy jó golfpályán dolgozni. És erre éreztem, hogy ő kezdett jobban nézni rám, mint azelőtt, és erre gondoltam, megmondom, hogy miért vagyok ott, erre mondtam, hogy megyek az ifjúsági bajnokságba. Erre azt mondta, te ott fogsz játszani Carnoustie-ban, hiszen az egy nagyon nehéz pálya. Erre gondoltam, kezd a dolog az én felém menni, erre mondtam, igen, tudom, nagyon pálya, de én, mint fiú bajnok Magyarországon, ott fogok játszani Carnoustie-ban. De jössz, mész Carnoustie-ban? Mondtam, igen. Hát ez nagyszerű. Hát ez nagyszerű. Bum! Én nem tudtam azt, a pecsétet, amit kaptam, mert jó, hát fölmentem Skóciába, akkor még nem mentem Skóciába, mentem az ICI-nek dolgozni. Az ICI az volt akkoriban a legnagyobb vállalat Angliában, Imperial Chemical Industries-nek hívták, és mivel, hogy én kémiát és fizikát és ilyesmét tanultam Angliában, Cambridge-ben, fölvettek engem az ICI-hez. És ottan egy nagyon kedves és rendes és érdekes ember volt, aki volt az én felügyeletem. Igen. És ő, neki volt egy igazolványa. Nem, ha 5 vagy 6 ember, akik... Tehát egy csapata. Egy csapat, tehát, és minden department, minden... Igen, igen. Külön meg volt a... Departmentból, hát ott volt az, aki ügyvéd volt, ott volt az, aki... Egy különböző szakmában. Úgy van. Fiatal emberek. És mivel, hogy én nyelveket beszéltem, meghívott, hogy legyek tagja ennek a kis csapatnak. És ennek a kis csapatnak a vezetője volt egy német, aki az IG Farben, az volt a legnagyobb kémiaipar Németországban, el kellett menekülnie, mert ő zsidó, és az angolok fölvették őt, és mivel, hogy ő egy nemzetközi person volt, ismert ember volt, és nagyon kedves, nagyon mulatságos, és így, és én beszélek németül is, és így volt az én helyzetem ebben a vállalatban, ami nagyon pozitív volt. És így megválasztottak engem, mint a Intelligence Departmentnak a vezetőjét. És ott voltam egészen 10 évig, és akartam egy kicsit magamat javítani, hogy mást is csinálni, és találkoztam egy fiatal emberrel, akinek az apja nemzetközi Lord Melchetnek hívták. Ez közgazdász volt. Igen, és ott dolgoztam 10 évig. És így a háború után nekem komolyan nagyon jó dolgom volt. Visszamentem még a kommunizmus alatt egyszer Magyarországra, Csehországon keresztül, és úgy megtartottam az összekötést. A szüleim, akkor már az édesapám, akinek nagy versenyistálója volt Magyarországon, nagyon... Merre felé volt? Alagon. Az hol volt a versenyistálója? Alag. Ja, Alagon. Hát igen, az egy híres mai napig is. Alagon hát volt. Itt van, nem messze. És... tehát ő nagy szeretett... Fogadott, lóversenyeken fogadás. Tehát és ő sok pénzt vesztett el, úgy az öcsém és én a végeredményben nem volt sok, ami maradt, de ami maradt, azt, mikor aztán kimentek az édesanyámmal, aki visszakapta az osztrák állampolgárságát, Bécsben maradt, és az édesapám nagyon ismert volt Angliában a verseny, azok, akik lóversenyt organizáltak, úgy ő nagyon, és akkor ő sokat írt a különböző híres lovakról. Úgy ő kezdte Angliában, mert ő is ugye Angliában tanult először, és így neki is nagy szerencséje volt, hogy Angliában történt. 36-os berlini olimpián nem voltál ott? Én nem voltam a berlini ott, viszont 36-ban az édesanyámnak az anyja német volt, de amerikai lett, és annak volt egy fia. És a fiú belépett az angol tengerészet. Igen, tengerészet. És ő kapitány lett egy nagy angol hadi. Tehát, admirális. Nem volt. Captain. Ja, kapitány. De captain az, aki kapitány volt. Igen. Hajós kapitány. Hát mind a Horthy Miklós. Igen. Igen. Tehát, és így lassan én is kezdtem nagyon Angliával foglalkozni. Az öcsém, aki a kommunizmus alatt itt volt Magyarországon egy nagyon híres fényképész, úgy hívták, Mindszenty, és a Sándor neki lett a társa, és így mint fotográfia, mikor Angliába került, Cambridge-ben volt 2 évig, és akkor Kodákhoz, a nagy Kodak, amihoz lépett be. Ez híres Kodak. Ezért. Úgy ő is megtaláltam. Nem véletlenül kérdeztem ezt a 36-os olimpiát, mert az én nagybátyám Platti József a 36-os berlini olimpián díjugratásba bronzérmet szerzett. Platti József. Díjugratásba bronzérmet szerzett, egyedül azóta is tulajdonképpen ilyen szintű eredményt egyetlen egy lovas nem ért el, és hát most már persze iskolát, meg mindent elneveztek, hát 40 év alatt nem volt ez a név, mondjuk egy ilyen fölkapott név, de az élet úgy hozta, hogy abba a faluba kezdtünk mi tanítani feleségemmel, ez Táborfalva, Örkénytábor, ahol ő készült a 36-os olimpiára, mert ott volt egy nagy lovas iskola, a huszároknak. Az Münchenben volt. És akkor Münchenben is járt, és ő többszörös magyar bajnok lett, találkoztam vele, egy alacsony kis zsoki ember volt, végül is ezredesi rangig vitte, de huszár ember volt, de tulajdonképpen minden a ló volt. Majdnem azt mondom, hogy beszélgetett a lóval. És hát ez egy érdekes, ugye, mert hát ebbe a korról beszélgetünk most. Igen. Ami érdekes, ugye említetted azt, hogy a kémia érdekelt, és hát dolgoztál is. De ugyanakkor úgy tudom, hogy közgazdász is vagy. Hiszen, én nem vagyok igazán közgazdász. Hát de azért a bankvilágot ismered. Igen, azért, és amihez azért kell ez a pénzügy. Tehát én nem tanultam közgazdász. Nem tanultad, de valahol oda jutottál, hiszen azért ezek. És hát Ha jól tudom, akkor a Richter Gedeon magyarországi gyárnak is úgymond tanácsadójaként azért jelen voltál. Tehát az történt, hogy a kormány a Richter Gedeont privatizálni akarta, és mivel hogy én Angliát jól ismertem, és beszéltem angolul és magyarul, engem kértek meg, hogy legyek az én bankorganizációm, az volt akkoriban. Ez a Kreditanstalt. És a Kreditanstalt csinált Magyarországon az első investment bankot, amiben én dolgoztam. És így jött. Így jött össze a Schröders, az persze nemzetközileg ismert volt, és én voltam az, aki Angliával volt kapcsolata, és így mi voltunk, akik privatizálták. Tulajdonképpen ezt. Említetted azt, hogy jártál azért, hát ugye kikerültél Angliába, Németország, Anglia. Mikor tudtál legelőször úgy hazajönni, hogy nem volt benned félsz? A kommunizmus kezdetén. Akkor még a szülők Magyarországon éltek. Aha. Most az volt 47-48, igen. Ez az első úgynevezett koalíciós kormányidőszak. És akkor emlékszem, hogy Csehországon keresztül mentem Magyarországra, és a szülők akkor a Bíró utcában laktak. Előtte a Fiát Jánosban laktak, és előtte persze a kastélyban, ami a Hunyadi János út 2 volt. Én, mint gyerek, arra nagyon emlékszem, azokra az időkre. Nem tudom, hogy miért, tehát, mert ez egy gyönyörű ház volt, és mi gyerekünk volt egy bicikli, és tudtam biciklizni a parkban. És ilyen furcsa dolgokra emlékszem, például akkoriban nem létezett jégmaking. Tehát jött a jegesek, és ilyen nagy darab. És nekünk volt egy barlangunk a kert végén, ahova betették a jégtáblákat. És az volt a jég. Aranyos Vilmos bátyám, nagyon szépen köszönöm a találkozást. Ez egy kis történelmi áttekintés Gelsey Báró úr életével együtt, egy kortörténetet is kaptak a nézők és a hallgatók. Én azt kívánom, hogy még sokáig gyere haza, és segítsed az itt lévő magyarságnak, akár a katolikus, de egyáltalán a hívő embereknek a megmaradását, és egyáltalán az, hogy valami hasonló szeretettel legyenek saját hazájuk és minden emberért. Amit talán meg kellett volna mondani, hogy hogyan lettem Gelsey, de Gelsey. Hát gondolom a Gelsey. Igen, de az elején rendes magyarhoz, amikor az édesapám, mint Gelsey Gutmann ment, és akkor magyarosított, kapott engedélyt ahhoz, hogy a nevet magyarosítsa. Úgy hivatalosan lettünk. Így lett, igen. Igen, hát tudom, hogy Nagykanizsán a sörgyártól kezdve több részvényben jelen volt a család, tehát az azt jelenti, hogy Magyarország gazdasági, kereskedelmi életében jelentős szerepet játszott. Hát azt kívánom, és a hogy... nagyapám persze császár és király Magát a báró címet, azt mikor kaptad? 1904. A nemességet 1867. 67, tehát kiegyezés. Nagyon szépen köszönöm. Ez egy végszónak is jó volt, hogy mindig legyen kiegyezés.